Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves televízió nézők, ezen a vasárnapon olvasom Istennek igéjét az Új Szövetségből, János első levelének az 5. fejezetéből a 4. és 5. verseket, és kérve az Isten lelkének erejét, ezen versek alapján szeretnék szólni. A megnevezett helyen így szól Isten igéje. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Kedves testvérek! Pünkösd előterében, mint ahogy egy héttel ezelőtt is, a Szentlélek munkájáról, ajándékáról szeretnék szólni. Röviden hadd emlékeztessek a múlt vasárnapi szentírási szakasz egyik fontos hangsúlyára. Jézus azt kéri tanítványaitól, hogy maradjanak ott, ahol vannak. Ott virrasszanak és imádkozzanak, így várva és kérve a Szentlélek kiáradását. A rendelt helyünkön való megmaradás soha nem könnyű. Mindig vannak bennünk hamis elvágyódások. Másrészt az elköteleződés olykor monotóniának tűnik, és áldozatokkal jár. Ha mindez közösségben történik, akkor az együvé tartozásnak nem csak áldását, de terhét is érezni szoktuk. Jézus szavai azonban úgy is értendőek, maradjatok egymással közösségben. Ne egyéni utakon próbáljunk szerencsét, hanem a testvéri közösségben legyünk kitartóak. Urunk ígérete szerint ebben az elkötelezett állapotban jön el hozzánk a lélek. De így is mondhatjuk, eljön hozzánk a hit. Reformátori fölismerés és tanítás alapján a Szentlélek egyik legfontosabb ajándéka, a Krisztushoz való tartozás bizonyossága és az abban való megerősödés. Bibliai tanítás szerint ez a bölcsesség lelkét is jelenti. Nem az értelmetlenség, és legfőképpen nem a butaságnak a lelkülete, hanem annak megértése és elfogadása, hol és miben szeretne látni az én Uram. A bibliai emberek, illetve az egyháztörténet személyisége példái arról beszélnek, hogy a hitet nyert emberek leginkább a mélységben, megpróbáltatásban kell, hogy helyt álljanak. Azokban a helyzetekben, amelyek emberileg nagyon nehéznek, szinte kilátástalannak tűnnek. Gondoljunk csak az Ószövetség két karizmatikus személyiségére, Mózesre, illetve Illésre. Súlyos és kritikus helyzetekben élték meg, hogy a hitben járás milyen elkötelezettséget jelent Isten
és népük iránt. Vagy gondoljunk mai alapigénk hagyomány szerinti szerzőjére, a számüzetést szenvedő János apostolra, vagy akár Pálra, aki szintén megpróbáltatások sorozatán át a lélektől vezetve marad meg a hitben. Egyik levelében megrázó vallomásként beszél arról, milyen sok hányattatáson keresztül vezetett az út. A mára választott igeversekben a hit győzelméről hallunk. Nem árt ezt ismétlőleg megerősíteni, hogy a hit nem vereség, hanem győzelem. Ehhez mindjárt hozzá kell tenni, hogy győzelem, de nem e világ mértéke szerint. Nem arról van szó, hogy bárminek vagy bárkinek fölébe keveredünk. A történelemben a győztesek mellett ugyanis mindig ott voltak, ott vannak a vesztesek. Adott esetben az erőszakot szenvedők, a meghurcoltak és kizsákmányoltak. A világ metódusában a győzelemnek súlyos ára van, mégpedig a vesztesek szenvedése. A hit győzelme, ez az apostoli tanítás valami egészen más. A prófétai szó alapján nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja az Úr. Pál apostol erről úgy beszél, hogy jóval győzd meg a gonoszt. Az erőre nem erővel, az ütésre nem visszavágással. Ez az evangéliumi tanítás. Jézus nem csak mondja, de meg is éli. Ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcülült téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. A legfőbb jó, tudnélik a Krisztusba vetett hit az, ami legyőzi ezt a világot. Hitünk feloldhatatlan paradoxona, hogy Jézus Krisztus a golgotai kereszten szenvedésével és halálával győzi le ezt a világot, illetve annak fejedelmét. Ahogy az első keresztjén nemzedék himnusza mondja róla, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. A világot legyőző hit nem a diadal kapukon áttörténő megdicsőülés. Nem az önmegvalósítás önelégült érzete, sokkal inkább a lemondás. A Szentlélektől ajándékba kapott hit elvezet bennünket arra, hogy tudjunk alul maradni. Nem fölébe keveredni a másiknak, nem basáskodni egymás fölött, hanem engedni Krisztus lelkével. Aki Istentől született, az legyőzi ezt a világot. Ha önmagunkra tekintünk, akkor pontosan tudjuk azt, hogy erre magunktól alkalmatlanok vagyunk. Emberi természetünkből ugyanis nem a krisztusi lelkiség következik, sokkal inkább annak ellenkezője. A nyugati kereszténység megerőtlenedése és elfogyása vélhetően hitetlenségünkből is fakad. A szavak és a tettek diszharmóniájából mondjuk, de nem éljük. Zárásul azt szeretném a szívekre helyezni, hogy Jézus Urunkba vetett bizalom és a belőle áradó erő az egyedül csak az formálja és alakítja az életünket. A lélek kiáradása, amiért szüntelenül imádkozhatunk, munkálja bennünk az erőt és a reménységet. A krisztusi hit tanít meg
hűségre és alázatra. Csak ő benne lehetünk győztesek, hit által. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szentlélek, Úristen, részeltess bennünket a te ajándékodban, a hitben, a Krisztushoz és közösségéhez való tartozás örömében. Kérünk, hogy tégy bennünket erősekké és szilárdakká, hogy maradjunk meg Krisztusban és az övéi közösségében. Segíts minket, kérünk, hogy megértsük, hogy a krisztusi győzelem a hűség és az álhatatosság. Bocsásd meg, hogyha az emberi gyarlóságainkat és esendőségünket jelenítjük meg a környezetünk számára. Szentlélek, Úristen, tisztíts meg minket, és szűj újjá. Jézus nevében kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek ereje, közössége legyen, maradjon mi velünk most, és mindörökké. Amen.